Botticelli. Akkor még nem volt nagyember, amikor idejött, hanem egy fiatal ember volt, akinek négy nagyobb testvére már Nápolyi udvarban, itt-ott ötvösök, híres művészek voltak, és a szomszédjukban lakik a Vespucci család, és a Bernardo Vespucci 20 évet tölt Magyarországon munkaközvetítő olasz mesterembereket ajánl és közvetít Magyarországra, főleg a királyi építkezésekhez, de a főúri építkezésekhez is, és így nyilvánvaló, hogy ez a fiúcska is eljön, és aki Filippo Lippinek a tanítványa, egyértelmű az irodalomban már számos tanulmányunk volt, és hát ez bizonyosan a nemzetközi sajtóban már megjelent, a párizsi műemléki labban is egy ilyen tanulmány, meg számos tanulmány már ennek az igazolására, ami összeveti Botticellinek a hiteles műveit, például a Vénusz születése, az arcok is mind akár a Vénusz születéséből ráteszik. Ugyanazt a Simonetta Vespucci, tehát a Vespucci lányt volt egy ilyen ideálja, ugye, akinek a portréja jelenik meg az ő allegorikus képein. Egyrészt a technikája egy sajátos, ami, és itt Esztergomban is nem egy karton után dolgozott a festő, amit esetleg Firenzében valaki elkészített és valaki átrajzolta, hanem egy olyan művész, aki maga ott a friss vakolaton variálta, és nagyon fontos, hogy az ő összes képe, mai napig se tudjuk, hogy mi a tartalma, bocsánat, a Vénusz születésnek, milyen szimbolika, jó, a Vénusz születik a habokból, de ugyanígy a tavasz mély szimbolikát rejt, aminek, tehát egy hajlamagra filozófia iránt. 8x4 méteres ez a terem, két keresztboltozattal fedve, és hát valami olyan keleti ablakról besugárzó fény, ezt valami pompába avatta, és itt volt az évnyitója ennek az egyetemnek 1467. június 20-án, a székségházbeli mise után természetesen. Egész Európának, különösen itáliaiaknak egy messzénás, ez a Vitéz János, aki a Lux Pannoni valójában. Tehát ez a Lux Pannoni, Magyarország fénye, a humanizmusnak az atya, aki ezt a stúdiolót úgy építi fel, és olyan freskókkal díszíteti a harmadik Béla korabeli lakótoronyban, hogy mert azt a harmadik Bélai nagyhatalmat akarja újra megjeleníteni. Nagyon fontos program volt az egyetemnél, hogy az erényeknek kell uralkodniuk, a jó uralkodó, ez az ember élete, és ezért tudott fölvirágozni a mácsáskori egyetem, meg a mácsáskori kultúra, ugye mácsás nevelését is ez a Vitéz János irányította. Óriási jelentőség az európai kultúra számára ez az esztergomi várnak a megmaradt morzsái. Ide hívta Gerevics Tibor a milánói Brera-nak a legjobb restaurátorát, Pelliccolit, és hát ugye akkor új anyag volt a cement, és hát a cementtel kiegészített ezeket a lukakat, ami volt, és hát ugye betömte ezeket a lukakat. Akkor jöttek a háború után a modern restaurátorok, a műanyagokkal, paraloid és minden, betömték, tehát ezek mind elzárták, és most 2000-re oda jutottunk, hogy teljesen szintelen lett, és kezdett elválni, mert ugye nem lélegzett ez a falfelület, és hát akkor megnyerte a Vér Zsuzsanna ezt a munkát, hogy a vár, tehát több száz freskus kváderkőnek és az egész várban lévő mindenféle falkép emléknek a megkutatását és helyretételét megkapta ezt a munkát, és 2000 óta óriási lendülettel és szakértelemmel, az ikonó szakemberekkel együtt dolgozik, és hát rájött arra, hogy nem tudták 30-as években még a földtől se, tehát a felületet csak nagyjából, de még a 340 év alatt rá kövesedett földet is, ő neki kellett, nem, és a cement tömítéseket kiszedni. Hát ez egy embert fölötti munka, de hősiesen bírja 17 év óta, és előjönnek az eredeti alára, végül is a felülete ennek a négy erénynek többek között, de hát megmaradt a hevederév is, ami a zodiákus csillagképeket ábrázolta, és mondom, számos töredék, a kváderkövek itt a kőtárban látható, meg a raktárban ezek a kövek. Nagyon sokat beépítettük már azóta, nekem a szakdolgozatom témája volt 62-ben, az, hogy elképzelem, hogy milyen volt a Trecento kifestés. A
török uralom 150 évig tart, Esztergomban különösen 140 évig, 1543-tól 1683-ig. Ez alatt a törökök lőporaktárnak használják a katedrálist, fölrobban, és hát szétrepülnek a kövei, és amikor itt felszabadul Esztergom 1683-ban, egyedül a Bakósz kápolna még áll, amit a törökök mecsetnek használtak. Itt tartják a Te Deumot, Szobieszki János, Lotaringiai Károly, és hát szeretnék ugye fölépíteni, de hát erre semmi lehetőség nincs, mert a bécsi haditanács nem adja vissza az érseknek a területet, tehát amíg Egerbe, Győrbe, mindenhol visszamegy a püspök az érsek, a török után, és kezdődik egy újjáépítés, akkor Esztergomban még 150 évig katonaság van. És csak a 19. században, amikor Rodnai Sándor prémás elhatározza, és akkor ő kivívja a bécsi haditanácsnak, és elkezdődik itt az építkezés. A romokat itt, de még áll a Porta Speciosa, teljesen épségben áll, ami egy későbbi földrengésnél kap, omlik egy kicsit össze. Lényeg az, hogy van egy Mátesz nevű, János nevű gazdasági ember, aki a romok eltakarítást vezényli, irányítja, és ő lerajzolja ezeket a köveket, és kiadja a könyvbe. Itt a jelenleg ezen a kiállítás egy makett van, de a Klímó püspök lefesteti az akkor még látható 18. századi álló Porta Speciosát, és az akkori udvari pap Széles György pedig leírja az összes feliratot. Az a nagy dátum, amikor tehát 300 év után elhatározza Rudnai Sándor, gyulafehérvári püspök, hogy vissza kell a magyar Siont, a magyar egyház központját, a Caput Materet Magistra, ott van olvasható a homlozaton, a timpanon alatt, a gerendázaton, tehát ez az egész Kárpát-medence egyházi központja. És ez az 1000 évig így, 800 év akkor, ugye 800 évig így volt, de 800 év után is, tehát van Magyarországon olyan rendületes erő, ez a reformkor, a első reformkori ország is előtt 7 évvel, 1818, amikor ezt elhatározza, tehát nincs lehetetlen. Ez, amiről nem tehet eléggé fölfognunk azt, hogy itt a romokat eltakarítják, és a vár jelleg megszűnik, hanem a vár árak fölött egy viaduktot helyeznek, és azon egy ünnepélyes fölvonuláson megjelenik a magyar Vatikán, a magyar Sion, ami két oldalról a kanonoki házaknak a ölelő karja, úgy, mint a Szent Péter bazilikát, a berlini kolonágyai ölelik össze, és még sokkal tovább folytatódott volna ez a palotasor, de hát ugye erre már nem volt pénz, de ez 1822-ben szinte fölépülnek ezek a pillanatok alatt, ezek a kanonoki házak mind freskóval voltak, a klasszicista freskóval ki díszítve, a kapualjak, itt 6 ajtó van, jelenleg ez az északi kanonok sor, ez a Balassa iskola, középiskola, szakközép és gimnázium, a másik oldal is, az jelenleg még nincs hasznosítva, az volt a relégyár a kommunizmus évtizedei alatt, ott a közbülső falakat szétvágták, kitörték, de a freskók talán több megmaradt, mert itt azért eléggé hát a helyreállítás során ezeket megsemmisítették, vagy eltakarták, és hát mindenképpen Visegrád fölé tengelybe fogadja ez a magyar főszékes egyház, és Európa egyik legnagyobb temploma a híveket. És itt épült tehát föl 1869-ig, 20-tól 20, egészen 69-ig, tehát majdnem 50 évig ez a hatalmas templom. 100 méteres kockába kell mérnünk, egy 100 méter magasság a kupolával és a kereszttel együtt. 30 méteres átmérőjű kupola, amit nem oszlopok tartanak, hanem a 17 méter vastag falak, ami a kriptában nagyon jól látható. És ez így belül egy egységes, világos teret ad, amit ez a hatalmas kupola koronáz, és tehát 118 méter a két oldalsó toronnyal együtt. A kupola dobja az 24 oszlop övezi koros körül, ami 12 ablak van közötte, a 24 kis proféta és a 12 apostol, ezek mind szimbolikus dolgok, és a kupola csegelyeit, tehát a kupolát tartó
csegely, falfelület, ez a négy egyházatját, négy nyugati egyházatját ábrázolja. Alattuk a kupola, alatt ott van Simor Prímásnak a Strobl Zsigmond által, tehát magyar szobrász által készített életnagyságon fölüli szobra, aki az egész építkezést, tehát közel 50 év után befejezteti, ő készítette az erőcsarnokot, az ő építészével Lippert Józseffel. A másik oldalon, a kupola alatt van a Pázmány Péter szobra, aki a magyar nyelv megújítója, a magyar egyháznak a reformáció idejében egy nagy egyénisége, aki nem jöhetett sajnos soha Esztergomba, mert akkor török világ van. Della Vedova torinói szobrásznak a csoda szép szobra Pázmányról, az a lelkes szónok, hiszónok, a magyar Cicero, őnek a szobra, az ott ragyog ma is. Trianon 1920-ban az egész magyar történelemnek egy Mohácsnál sokkal súlyosabb pusztítása. Az országnak több mint a kétharmad része elveszik, a lakossággal is, és hát alapvetően Esztergomot végtelenül sújtotta. A Duna túloldalán Párkány, ami egy város volt, ez a híddal, híd az ugye második világháború pusztítja el, de az első, de már a kommun alatt is az egyik pillére, tehát ugyanúgy megszűnik a kapcsolat, egy családok, az olyan volt, mint Budapest és Buda. Trianon után valami csodálatos erőt tud Esztergom is fölmutatni. Ez a Klevensbergi kulturpolitika, itt iskolák épülnek, itt a szatmári irgalmas nővérek, akik 1860 óta vannak Esztergomba, ezeknek iskoláikon, ezeknek egy hatalmas épület a Dunaparton, a Kis Dunapartján, ami egy gimnázium, tanítóképző, és hát óvodától kezdve minden iskolaiség, és ide természetesen a túloldalról is egész Esztergomi Egyházmegyéből jönnek. Az Esztergomi Egyházmegye persze megmarad, ugye, azért egy ideig a Trianon után, ez csak a mostani utóbbi időben volt ez a rendezés, hogy de hát azért nem volt könnyű az ottani magyarságnak, de mégis kétségtelenül aztán, hogy van a második világháború ügye előtt közvetlenül ez a bizonyos részek visszacsatolása, és akkor például esztergomi szemináriumban azonnal bevezetik a szlovák nyelvet, és mindenkinek kötelezi a szlovák, tehát amit ő itt, akik itt kiszerülnek, ismertem én is több papot, azok teljesen tanulták, mert nem tudták, hát ha oda kerülnek, és nem tudták, hogy 5 év múlva vége ennek a visszacsatolásnak. A két háború között jön ide Babits Mihály, és ez egy óriási kulturális föllendülést jelentett, hogy minden nyáron itt volt a magyar szellemi életnek a központja. Tehát ez megmutatta Magyarország, hogy jó lehet, levágták kezét, lábát, a vasútállomásokat ugye itt is az esztergomi budapesti vagy bármilyen közlekedés, Párkány nánai vasútállomásra ment. Ez az esztergomi vasútállomás és vasút dorog felé Budapestre, ez egy tehervonat volt. Tehát jó volt személyi lehetőség is, de alapvetően az esztergomi gyorsvonaton átmentek kocsin a nánai pályaudvarra, és onnan mentek akár nyugatra, akár bárhova. A második világháború, amikor nem csak a város rendkívül erősen a bazilika és a magas kiemelkedő hegyén kapott óriási pusztítást, a hidat teljesen ugye szétlőtték a visszavonuló németek, tehát itt romba dőlt a második világháború alatt a város, a bazilika. Gyerekkorom emlékem, hogy amikor kérdezik, például akkor 51-ig, tehát a 40-es évek szemináriumi rektorát, 45 után, 39-től rektor, hogy Brückner Józsefet, hogy tetszik lenni rektorul, akkor azt mondta, hogy hullanak a bazilika kövei. Tehát az, hogy hullik itt minden, hullik minden, és valóban hullottak a kövek, életveszélyes volt körül, tehát volt egy reális értelme is, de hamarosan rendbe hozták ez a kettős kupola, ez lehetővé tette, hogy ne a belső nem omlott össze, tehát a vasszerkezet, a kőkupola megmentette a csodás belső terét. 45 az egy csodálatos év volt, és 45-ben bevonul Mindszenty Viboros október 7-én
Rózsafüzér király, ilyen magyarok nagyasszony a 8-án, szóval egy csodálatos emlék volt, a 48-ban bérmálás volt pünköskor, és akkor én is bátyám, és aki élt és mozog itt a környékből, sok száz ember körbe a kupola alatt bérmálkoztunk, hogy erőt, és hogy mondta az a Vincenti Bíboros a beszédében, és hogy ti gyerekek, hát csopatyú gyerek volt, hogy ne rajtatok áll, hogy valóban lesztek-e Krisztus katonái. Erről szólt az egész Mária év, hány ünnepségen ott voltam. Tehát mi erről szólt, hogy a szűzanyja vigyáz ránk, tehát valami olyan fölemelő ünnepi érzés volt. Egyébként az a 48 a Lánchídnak is a felavatása, tehát minden lakásról ott volt a Lánchídnak az újjászületése, az a kis ilyen alumínium embléma. Tehát az, hogy a Lánchíd, Magyarország, Budapest, Esztergom. Úgyhogy valami olyan emlékeket kaptam, és ugye amikor ez a vécsőn jött az első év, a negyedik osztályból, ugye hittam még volt első órába egy évig, de utána ötödikben megszűnik minden, akkor hatodik óra, akkor azért minden osztályban még volt hittan, de az a kiállás, akkor nem lehetett külön az A-B-t, hanem mindenki egymás ölébe ültek, tehát rendkívül nehéz volt a hitoktatónak, hogy azt a 10 éves, 12 éves gyereket valamire, de valami olyan fegyelem volt, és olyan, hogy nélkülünk itt most a magyar kereszténységet. Valami, olyan volt a Balassi versében, hogy te kereszténységnek viseled pajzsát. És tanultuk éppen az ötödikben Balassit is. Tehát a kereszténységnek mi viseljük a pajzsát. Szóval, és oda Balassi mondja tovább, hogy viselsz pogány vérrel festett vérei szabját. Valami olyan nevelés, és a család ugye ezt nagyon erősítette. Ebben nőttem föl, hogy hát hősnek kell lenni, hitoktatók is, hogy Tarzésziusznak kell lenni, egy mai embernek is ilyen nagyszerűek, hősnek lenni. És apám ezt valóban fölállt a bírói székből, mikor nem volt hajlandóak ilyen koncepciós perekbe közreműködni, 4 gyerekkel, és vállalta azt, hogy és soha otthon pénzről nem volt. A pénz nem létezett, anyám kivitt egy abrot, stb. A piacra, azért tudott valami zöldséget venni, de hát megtermeltünk mindent, állatokat tartottunk. Szóval probléma, sosem volt anyagi problémák, nem is mi nem tudtunk róla. És ez egy óriási dolog, hogy ez egy abszolút függetlenség, tehát a pénz nem számít. Soha nem volt pénzünk, soha, de mindenünk megvolt. Augusztus 15-e befejeződött ez a Mária év 48-ban, hát ez egy olyan ünnepség volt, és hát tehát az embereknek egy erőt, egy lelkesedést adott, hogy az egyház fönt továbbra is él. Ez háborította fel annyira a Rákosi rendszert, hogy ilyen egység, ilyen óriási, mindenütt ezrek voltak falvakban, városokban, és hát Esztergomban, különösen a bezárás, ez nekem is egy nagy emlék már augusztus 15-én. És attól kezdve ezt az embert mindennel, mindenki valutaüzérkedés, sektorbi minden aljasságot, hazaárulás és minden. Tehát ezt követeljük, hogy tegyék el lábalon. Minden üzemben, munkahelyen, meg házról házra jártak aláíratni az emberekkel, nyugdíjasan, mindenkivel kötelező volt aláírni azt, hogy kívánom a Vincenti Bíboros elítéltetés. Mindenki tudta, hogy ezt nem lehet aláírni. A én bérmanyám is, az egy tanító nem volt családja, 40 éves volt, és ő se írta alá az évet, és azonnal elbocsátották az állásából, azonnal egy fillér fizetés nélkül, nem is kapott munkát, mert itt nem az volt, hogy elmegyek napszámosnak vagy takarítónőnek, nem vették föl takarítónőnek se. Nem mindegy, én apám is ugye a hajón lehetett révész, ugye nem volt híd, és akkor ugye kötélen, csónakba vihette az embereket. Télbe, fagyba, akármikor, szóval hidegbe. Szóval, és az emberek azért ugye hősiesen vállalták. Az iskola igazgatóval együtt az is ugye nem írta alá, és voltak a révészek a Dunán. Olyan vérfagyasztó levegő volt, hogy ez a szerét tekintető, hát ez minket megsimogatott, mi találkoztunk többször vele. Hát ez az ember most ugye a magyar népért vértanú lesz, és valóban, ami hallgattuk végig az egész tárgyalást, ez akkor egy kis néprádió közvetítette ezeket a nyilvános tárgyalásokat, hát mindenki, hát egyszerűen végfogyott bennünk a vér, hogy ez hogyan lehetséges. Már a karácsony másnapján kívánt mindenkinek boldog új évet, mondta, hogy valószínű nem leszek már köztetek új évkor, de imádkozom értetek. Szóval olyan emlék volt az ember a személy, és mégse tekintete rám, mosolyog valóban, hogy ez egy ajándék, hogy így személyesen ismerhettem.
ez egy olyan együttes, ez a bazilika, tehát annyira a magyar Sion, és föl tudta emelni az embereket végig a két háború, tehát a trianoni Magyarországnak egy olyan caput materet magisztrája volt, ahonnan valóban ez a szeminárium az ország egyik első szemináriuma volt, ahonnan a esztergomi, akkor egyre csonkább, tehát egyházmegye, mert a esztergomi egyházmegye a felvidék volt, a Duna balpartja, de azért itt egy olyan szellemiségű volt a szeminárium 51-ig. Amikor elviszik a Vincenti Viborost és lefejezik a Magyar Egyházat, hát akkor ezek ezért eléggé vége van, és Esztergomban elviszik a hivatalokat, Esztergomban mindenki elmegy. Tehát a királyi város, amiről van egy belváros, az értelmiség rétegből egyetlen egy család sem marad itt. Tehát ezért mai napig is rendkívül nehéz az újjászületés, és jönnek orvosok, mérnökök, tanárok egy pár évig, több évig, kitűnő emberek vannak közöttük, festőművészek, bárkik, akik aztán esztergomiakká válnak, de ugye azért a gyökereik nem itt vannak. Most Esztergom jelentkezik kulturális fővárosi címre, amire bízunk benne, és hát vagyunk Budapesten, vagyunk több helyen, akik tartjuk, sőt Amerikától Ázsiáig, Ausztráliáig van nagyon komoly esztergomi magyarság. Tehát bízunk benne, hogy sikerül, és ezt a jelenlegi kormány is azért nagyon támogatja. A kövek arról szólnak, hogy Esztergomnak nincs lehetetlen. Esztergom, ez a bazilika több mint 50 évig élt, amikor meggyilkolják az építész Pák Jánost, utána lebontják a falakat a Bécsa, mindig bontják és pusztítják ezt a várost, de ma áll az Esztergom, és egyszerűen az egész magyar történelem erről szól, de ennek egyik központja, mondom, kaputja, feje, Esztergom, ami arról szól, hogy magyar embernek nincsen lehetetlen.